Üdvözlöm a stúdióban Lang Andrást, a TESZ 10-es számú választókerület képviselőjelöltjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm. És a beszélgetést kezdjük talán egy kis személyes bemutatkozással, aki netán még nem ismeri Önt. Mi az, amit szeretne elmondani a választópolgárok számára? Lang András vagyok, 1970-ben születtem Budapesten, tehát 44 éves vagyok. Családommal Szentendrén élek 17 éve. Két gyermek boldog apukájaként, meg a feleségem férjeként. Dani 16 éves, múlt Luizi meg 13. Hát itt nőttünk föl, már a gyerekek. Ide jöttünk családot alapítani tulajdonképpen. És nagyon szeretünk itt élni azóta is. Rólam annyi talán érdekes, hogy én a Pesti Estet alapítottam a gimnáziumi osztálytárs barátommal 91-ben, és ez egy elég sikeres középvállalkozássá nőtte ki magát, amit még a válság előtt eladtunk. És nekem mindig volt egy művészeti vonalam, 6 éves korom óta zongorázom, és azóta is főleg jazz és világzenében, de azóta zeneszerzésben és szövegírásban is dolgozom. Volt mindig egy pszichológiai érdeklődésem, önismereti dolgok, mediációt tanultam, és ez a terület mindig érdekelt. Egyébként a Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztem politológia szakon. És hát még a bemutatkozásról talán most ennyi elég lesz. Mikor került kapcsolatba magával a politikával, hát mivel ezen a szakon is végzett, akkor nyilván igen, ez egy érdekes dolog, hogy politikával tulajdonképpen érdeklődés szinten így már az egyetem során kapcsolatba kerültem, itt filozófiát is tanultam. És talán az egyik legérdekesebb fél éven volt, amikor egy amerikai kampány szakember, aki anno az egyik demokrata kampányban részt vett, ő tartott nekünk egy fél éves órát az amerikai rendszerről, meg a politika működéséről. És aztán később civilként kerültem először élesbe, mondjuk így a politikával kapcsolatba. A Védegyletben, a Sólyom László kampányban vettem részt, és ez egy érdekes tapasztalat volt. Mik azok a tervek, célkitűzések, amit szeretne megvalósítani a választókerületében, hogyha a választáskor képviselő lesz? Hát ami engem feszít itthon, úgyhogy nagyon szeretem a hazámat, és nagyon szeretem ezt a várost. Én azt látom, hogy a magyar mai valóságban az első legfontosabb prioritás, olyan, mint amikor a balesetet szenved valaki, és ömlik vénásan a vér. Tehát először azt kell elállítani, magyarul a korrupciót kell csökkenteni ebben az országban, ha lehet felszámolni, és ez egyedül egy módon megy, hogyha teljesen az internet segítségével nyilvánosan működnek a közpénzzel kapcsolatos dolgok. Én azt gondolom, hogy egy ország, ahol hát most minden mutató szerint borzasztó nagy az elszegényedés, nem engedheti meg magának, hogy a saját állampolgárai a létminimum környékén vagy alatta nyomorogjanak, hogy gyerekek éhezzenek. Tehát engem ez lelkileg és mindenhogy megvisel, látva, érzékelve a korrupciót a városunkban és az országban is, és látva ugyanakkor ezt a borzalmas szenvedést, amit emberek és magyar embereknek el kell szenvedni a pénztelenség miatt. Tehát én ezzel nem vagyok kibékülve. És úgy látom, hogy az országban is, és hát a városunkban is nagyon sok mindent lenne mit tenni ez ügyben. És azt is gondolom, hogy ha ezek a források nem elfolynak, hanem a közpénze megmarad, akkor sokkal-sokkal több mindent meg lehet a köz érdekében valósítani, és azoknak az anomáliáknak a nagy részét föl lehet számolni, amit nap mint nap élünk a városban is, a sok szép és jó dolog mellett. Tehát én így látom. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen.